Köszönöm szépen, tisztelt államtitkár úr! Nemrégen fejeződött be New Yorkban az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságnak az 59. ülésszaka, amelynek különleges jelentősége volt, hiszen azzal foglalkozott, hogy az elmúlt 20 évben a különböző intézkedések hatására miképpen változott, javult a nőknek a helyzete. Ezen az ülésszakon a kormány képviseletében Novák Katalin államtitkárasszony vett részt, aki többek között beszámolt a magyar helyzetről, és elmondotta azt, hogy a családpolitikával nem állítható szembe a nők nemi esélyegyenlősége. Ezt a kettőt párhuzamosan kell folytatni, és a magyar kormány is ezt teszi. Sajnos mi azt tapasztaljuk, hogy ez pont fordítva történik Magyarországon. A kormány pontosan szembeállítja a családpolitikát a női nemi esélyegyenlőség kérdéskörével. A tapasztalatunk továbbá az, hogy a kormány teljesen elzárkozik még a szóhasználattól is, és kerüli a női nemi esélyegyenlőség kérdését. Az elmúlt években sajnos leépült a nők jogaival foglalkozó állami intézményrendszer, a háromoldalú állami civil szervezeti képviselőkből és szakértőkből álló nők és férfiak társadalmi egyenlősége tanácsát egyszer sem hívták össze. Az egyenlő bánásmód hatóságot legyengítették. Sajnos nem teljesülnek a nemzetközi egyezményekben és megállapodásokban foglalt vállalásaink. A nők negyedik világkonferencián 20 éve elfogadott pekingi nyilatkozat vállalásaihoz képest visszaléptünk, hogy csak egy példát említsek, hazánk az egyetlen olyan ország Európában, ahol csökkent a nők parlamenti aránya. Mindezek miatt a kérdésem az, hogy mikor és hogyan akarja a kormány teljesíteni a nemek egyenlősége terén vállalt kötelezettségeit. Mikor adnak zöld utat végre az LMP által javasolt nemi esélyegyenlőség eseti bizottságnak? Köszönöm. Megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőasszony, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Nem csak bizottságokról szeretnék beszélni önnel, hanem cselekvésekről, olyan intézkedésekről, amelyeket ez a kormány meghozott, amelyeket meglépett. Volt ezek között olyan, amelyikre 20-25 éve vár a magyar kormány, ilyen például a büntető törvénykönyvnek a módosítása, hogy a kapcsolati erőszak, mint tényállás, az most már bekerült a büntető törvénykönyvbe, amely a legtöbb esetben a kiszolgáltatott helyzetben levő nőknek a fokozottabb védelmét jelenti. Előtte 20-25 éven keresztül ezt más kormányzatok is megtehették volna, nem tették meg, a Fidesz-KDNP fogadott el olyan büntető törvénykönyvet, amelyben ez is szerepel. Az ön által említett Nők és férfiak társadalmi egyenlősége tanácsnak egyébként az eredete 1999-ben, az első Orbán kormány idejére nyúlik vissza, akkor indult el ez az egyeztetési fórum, nőképviseleti tanács, ez volt a neve akkor, és ebből nőtt ki ez a hosszabb nevű testület, tehát az Orbán kormányhoz köthető ennek a megalapítása is. Ami az egyéb alapjogi kérdéseket, alapjogi védelmi kérdéseket illeti, 2012. februárjában állt föl az emberi jogi munkacsoportja a kormányzatnak, pontosan annak a párbeszédnek a jegyében és egyeztetésnek a jegyében, amit képviselőasszony is mondott, szakértőkkel, civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás jegyében, évente többszöri üléssel, és ennek van egy nőjogi tematikus munkacsoportja, amelyik szintén többször ülésezik, és azokat a kérdéseket, amelyeket képviselőasszony felvetett, ez a munkacsoport 2012 óta folyamatosan napirenden tartja a legfontosabb nőjogokat érintő kérdéseket, a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos nemzetközi ENSZ vagy Európa Tanácsi dokumentumokat, és itt vitatták meg többek között a BTK módosításnak is a tényállását. Mindemellett Magyarországon nő az Európai Unión belül az egyik legnagyobb mértékben a nők foglalkoztatottsága, és ez nem véletlenül alakul így, hanem azoknak az intézkedéseknek, amelyek például a munkahelyvédelmi akciótervben a hölgyeknek kifejezett kedvezményeket, akár a gyermeknevelésből térnek vissza, akár a nyugdíj előtt vannak, de hogyha nyugdíj, akkor nők 40 kedvezményt is említhetném, ami a hölgyek számára nyújtott és Európában is, hát azért példaértékű intézkedés volt, és még sokáig sorolhatnám. Köszönöm szépen.